Sziasztok! Üdvözöllek titeket ebben az új horgolóiskola videóban. Ma ismét egy aranyos horgolási útmutatót hoztam nektek ebből a szép kék színű fonalból. Nagyon aranyos színátmenetek vannak a fonalban, a minta pedig nagyon egyszerű, egyráhajtásos pálcák és láncemek variációjáról van szó. Különböző nagyságú lyukak vannak benne, de tényleg egy aranyos, nyári, lyukacsos minta. Most akkor megmutatom nektek a fonalat, a tűt és a minta pontos elkészítését. Kezdjünk is hozzá ezzel a nagyon szép action fonallal, a Riverton Yarn nevű speciális kiadású fonalról van szó. Használtam már ebből a rózsaszín és narancssárga árnyalatút, de azt már elhorgoltam, és most ezt a kék lila változatot fogom horgolni. Egy csavart fonalról van szó, fehér szín is van benne, 60%-ban akrilból és 40%-ban poliészterből áll, 150 g-os és 240 méteres a gombolyag, és 4,5-es tűt ajánlanak hozzá, és én is ezt a tűt fogom most hozzá használni. Kezdjünk is hozzá! Ehhez az aranyos mintához először is kiveszem a gombolyag közepét, és megkeresem a fonal elejét. És egy láncem sorral kezdem a munkát. A láncem sornál az 5 többszörösével fogok dolgozni, ez nálam 20 darab láncemet jelent. Kezdjünk is hozzá, felveszem a fonalt a tűre, és már jöhet is a 20 láncem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 és 20. Megvan a 20 láncem szélesség. A 20 láncem után könnyű lesz a dolgom, ugyanis kihagyom az első 7 szemet, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ezekben nem horgolok, a 8. szembe viszont egyráhajtásos pálcákat horgolok, mégpedig összesen 4 darabot. Egy darab egyráhajtásos pálca, aztán felveszek egy láncszemet, és utána még 3 további egyráhajtásos pálcát horgolok, tehát 1, 2, már van, és itt van a 3. Tehát egy szemben összesen 4 darab egyráhajtásos pálca van, az első egyráhajtásos pálca után van egy láncszem. Ez már a leöltési hely lesz a következő sorban. Ezután felveszek egy láncszemet, itt lent kihagyok 4 láncszemet, leöltök az 5. és meghorgolom még egyszer ugyanezt. Tehát egyráhajtásos pálca, egy láncszem, és még 3 további egyráhajtásos pálca. Utána kihagyok 4 láncszemet, és az 5. szembe meghorgolom megint ugyanazt. Egyráhajtásos pálca, láncszem, és 3 egyráhajtásos pálca. Hoppá, azt hiszem itt kihagytam egy láncszemet. Tehát az egyráhajtásos pálca csomag után mindig horgolnunk kell egy láncszemet. Tehát most felvettem egyet, utána pedig meghorgolom az első egyráhajtásos pálcát, így majd jó laza lesz a munkám, egy láncszem, és még 3 darab egyráhajtásos pálca jön még ide. Utána megint felveszek egy láncszemet, és legkívülre a legutolsó szembe horgolok 1 darab egyráhajtásos pálcát, ezzel kész vagyok az első sorommal. A második sort 4 darab láncszemmel kezdem, tehát itt 3 már van, itt van a 4., majd megfordítom a munkámat, most pedig e köré a láncem köré horgolok, ami itt van az egyráhajtásos pálca csomagban. Tehát ezután már nagyon egyszerű a dolgom, leöltök köré, horgolok egy egyráhajtásos pálcát, felveszek egy láncemet, és közvetlenül mellé horgolok még 3 darab egyráhajtásos pálcát. Rendben. Ezután felveszek egy láncemet, és meghorgolom ugyanezt a következő láncem köré is. Egyráhajtásos pálca, láncszem, és még 3 további egyráhajtásos pálca. Ezután felveszek egy láncszemet, hogy jó laza legyen, és itt lesz a következő leöltési hely, ide is ugyanaz kerül, egyráhajtásos pálca, láncszem, és még 3 további egyráhajtásos pálca. A láncszemek, amelyeket horgolok, a következő sor leöltési helyei lesznek, utána megint egy láncszem jön ide,
és ide kívülre a láncszemsor köré egyszerűen egy darab egyrehajtásos pálcát horgoltam, hogy szép legyen a munkám széle. Most így néz ki két sor után, és itt láthatjátok ezeket a szép nagy lyukakat, amik itt keletkeztek. Tehát egy nagyon szép lyukacsos mintáról van szó, megmutatom most nektek még egyszer, felveszek négy láncszemet, megfordítom a munkámat, és most ide ebbe a csomagba a láncszem köré horgolok egy egyrehajtásos pálcát, egy láncszemet, és még három további egyrehajtásos pálcát. Itt megint köré horgolok, előtte viszont természetesen még fel kell vennem egy láncszemet. Ne feledkezzünk meg semmiképpen sem a láncszemről a csomagok között. Tehát itt felveszek egy láncszemet, utána pedig itt megyek tovább. Egyrehajtásos pálca, láncszem, és még három további egyrehajtásos pálca. Láncszem. Egyrehajtásos pálca, láncszem, és még három további egyrehajtásos pálca. Utána jön egy láncszem, és egy egyrehajtásos pálca ide kívülre, és így alakul szépen tovább a minta. Most horgolok tovább, és néhány plusz sor után jövök egy bejelentkezéssel. Itt is vagyok a bejelentkezéssel, itt láthatjátok, hogy most nagyon jól néz ki, és hogy pontosan hogy néz ki a munkám ezzel a sok szép nagy lyukkal, és most már nagyon jól látszik a fonalban lévő szép színátmenet is, egy sötétebb színnel kezdtem, aztán világosabb szín lett belőle, itt a végén pedig megint egy világos kék szín van. Nagyon szép, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó is. Élveztétek, ha tetszett, akkor kattintsatok a tetszik gombra, a feliratkozásra és a kis csengőre. Sziasztok!